Pár napja Orbán Viktor Londonban egy újságírói kérdésre azt mondta, hogy Magyarországon a sajtószabadság tökéletesen rendben van. Ezt azzal a példával igazolta, hogyha valaki oda megy Budapesten vagy bárhol egy újságos tanthoz, és kormánykritikus, kormánytámadó lapokat szeretne vásárolni, akkor legalább 12-t kap rögtön belőle. If you go to the Hungarian newsstand and you ask for a paper which attacking the government, you will get a dozen at least immediately. Ennél könnyebb tényellenőrzői feladat nincs is, bemegyek három újságos tanthoz, és meglátjuk, hány kormánykritikus lapot tudok vásárolni. Jó napot! Kormánykritikus újságokat szeretnék venni. Én pedig? Hát, mit tud ajánlani? Fogalmam sincs. Nézzük, mit ír a HVG, azt mondja. Szerintem ez kormánykritikus, 168 óra, kormánykritikus lehet, és ez pedig, na ezt tudom, a Magyar Narancs az igen. Az ő igen. Igen, akkor erről lehet tudni. Akkor... Bár ugye fideszes lapként indult, kiemlékszik arra már. És akkor napilap, a Népszava az baloldali. Jó, hát akkor ennyi. Esetleg nem tudom, ez a figyelő, hogy ez... Figyelő? Nem verhető az OTP, hát helyreáll a stabilitás, hát nem éppen kritikus. Hócipő, hoppá! Csak sikerült egy párat összehozni. 3, 4, 5. 5 darab. 3355, ez is mégis valami. Okay, köszönöm szépen. Én is köszönöm. Mindössze 5 kormánykritikus lapot tudtunk összeszedni egyelőre. Ez nem valami sok, messze van az egy tucattól, de megnézzük a többi helyet, hát ott nagyobb szerencsével járok. Jó napot! Kormánykritikus újságot szeretnék venni. Ehhez én így nem érthetek, csak segítek azért. Jó, köszönöm. A Népszava. Népszava, aha. És ez a hetek? Az a hitközösségnek azért. Nem tudom, a hitközösség az hova úgy. Jó, hát akkor ezt hagyjuk, ezt a heteket. Vagy ilyen jobbikos lap, vagy valami ilyesmi. Jobbikos már 4-5 felen szétnek annyit. Aha. Kileg nem politizálhatok munkaidőt. Világos. Más még itt, akár heti vagy havi lapban. Abban több van. Magyar Narancs, HVG, Élet és Irodalom. Élet és Irodalom, az hol van? Az is úgy át vagyok. És ez a jelen? Beszélgetés Dobrev Klárával? Hát akkor ez jöhet. Köszönöm, viszlát. Egy lappal tudtam gazdagítani a gyűjteményt. Egyébként Budapesten az is egy feladat, hogy az ember egy nyitva levő klasszikus újságos standot találjon. Például itt lenne egy, de ez már bezárt. Jó napot! Egy kis segítséget kérek Öntől. Olyan lapokat keresek, ami kormánykritikus, vagy támadja a kormányt. Aha. Esetleg mondjuk Élet és Irodalom, az biztos, nincs, hogy nem. Nincsen? Aha. Ilyen, hogy Magyar Hang. Az is elhagyott, a Magyar Hang is. Aha. És a bulvárlapoknál esetleg talán a Blikkbe lehet bízni. Hát jó, akkor így jártam. Viszlát, ennyi. Egyszer Blikk kineveztük kormánykritikusnak. Összességében tehát 7 darab kormánykritikus lapot sikerült vásárolnunk, 3 különböző újságos standon. Ez elég messze van az Orbán Viktor által emlegetett 12 kormánykritikus laptól, de megnéztük azt is, hogyha mindent összevetünk, mindent beleszámolunk, akkor hány ilyen lapot lehet vásárolni Magyarországon. Ez például a 168 óra, a Blikk, az Élet és Irodalom, Hócipő, HVG, Jelen, Magyar Hang, Magyar Narancs, Népszava és a Pesti Hírlap, ami egyébként egy ingyenesen osztott napilap. Ha viszont kormány közeli lapokra lennénk kíváncsiak, akkor megvásárolhatnánk a Borsot, a Figyelőt, a Magyar Demokratát, a Magyar Hírlapot, Magyar Nemzetet, Mandinert, Metropolt, Nemzeti Sportot, Riposztot, Szabadföldet, Vasárnap Reggelt, Világgazdaságot és szinte az összes megyei napi lapot, ami már önmagában kiadna egy tucatot. A sajtó szabadság helyzetét persze nem az mutatja meg, hogy hány kormánykritikus és hány kormányközeli lapot lehet megvásárolni. Mi csak egyszerűen kíváncsi voltunk arra, hogy Orbán Viktor igazat mondott-e, vagy sem. És hát nem. Köszi, hogy megnézted ezt a videót. Ha eddig nem tetted volna, iratkozz fel a Telex csatornájára.